A Kiberma mai adásában folytatjuk beszélgetésünket Lantos Zoltánnal, amelyben robotok és új életmód után a kőszegi főiskolán futó Craft projekt is szóba került. Megnéztük a legújabb gaming őrületet, az Apex Legends-et, bemutatkozik a középiskolai e-sport triatlon, a Gamer Wings. Extrém motocross verseny a világ legmenőbb gépein és pályáin. Szelecki Ádám, az M4 Forma 1 riportere ismét egy igazi versenyjátékot tesztelt nálunk. A Gamer Wings-t alapvetően még az elődjét, ugye Tellergy-nak kezdte el 2017-ben itt a Neumann-ban, a középiskolás e-sport szakkörből indult az egész dolog, és ez tavaly le is ment. Akkor volt egy KEB nevezetű középiskolás e-sport bajnokság, aminek nagy sikere volt, 64 indulóval, tehát rengeteg érdeklődő volt, ez két játékban pörgött, LOL és CS:GO-ban. És ennek a második köre lett most a Gamer Wings bajnokság jelenleg, ami egyel magasabb szintre emelkedett, ez már rengeteg extra dologgal van felszerelve és körülményeket körbeépítve. Közben Lee Sin supportunk próbálkozik a pókolás. Egy nagyon jó megélhetést látok ebben, és már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni ebben magamat. Később ez nagyon sok mindenben hasznomra tud válni, mind kommunikációs készségekben, mind pedig szakmai szemszögből is, hiszen jelenleg ugye sport kommentárként vagyok gyakornok, és ezután akár könnyen tovább tudok lépni sportra, vagy akár bármilyen egyéb fajta dologra, amit még nem is látunk a jövőben, viszont mindenféleképpen egy nagyon jó kommunikációs készséget igényel, és lényegében nekem ez segít kibontakozni abból, hogy beszélsek. Tavaly ugye 64 csapat jelentkezett, idén pedig már bőven túl vagyunk ezen a számon, bőven vannak, akik várnak már a jelentkezés lezárása után is, mivel annyi csapatunk volt, hogy egyszerűen le kellett zárnunk korábban, mint terveztük. Rengeteg extra dolgot nyerhetnek, például úgy van megosztva a szabályozás, hogy iskolánként kell csapatot választani, minden játékban egy csapat jöhet, tehát ők azt egymás között kell leharcolják, hogy ki lesz az, és az iskolák nyerhetnek a Lupatavi rendezvényen különböző összegben tantermi felújítást, illetve a játékosok is extra jutalmakat. Valamint amire az egészet kihelyeztük, az nagyjából a diákok edukálása. Tehát minden diák csapat kapott egy szakembert a feje felé, tehát például a marketing osztály, a kaszterek, alapvetően a Twitch kezelők, minden kaliberű osztálynak adtunk egy szakembert. Fél siker megvan, hisz a Team Raven ott le tudott rakni egy bombát, ez anyagileg... Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az e-sport nem arról szól, hogy ülnek a srácok egy gép előtt és gombokat nyomogatnak, hanem csapatot építenek, különböző készségeket fejlesznek, mint akár a beszédtechnika, akár a kommunikáció, akár a koncentrációs készség és stb. És pontosan ezért akartunk egy ilyen több kaliberű dolgot létrehozni, amit triatlonnak neveztük el, mert Komáromban például már különböző sportok is kijönnek, amiket ki lehet majd ott próbálni, és konkrétan a második verzió, ami pedig már a Lupa-szigeten lesz, azon keretén belül pedig már a csapatoknak ezen sportokban meg is kell mérőcködni egymással. Ez lesz a lényeg az egésznek, hogy kattints, mozogj, gondolkodj jelszó alapján, nem csak a játékra akarunk helyezkedni, hanem inkább a csapatjátékra és a különböző sportokra. Népszerűség szempontjából és csapatjáték szempontjából válogattunk, és jelenleg az, amelyik a leginkább komoly csapatmunkát igényli, az a LOL és a CS:GO volt, és ezek most a legnépszerűbb játékok is. Tehát mondjuk más játékokban, ahol egyedül vagy ott, nem tudunk annyira kommunikációt fejleszteni, mert nem kell leinfózni különböző dolgokat a csapatoknak. Ez az egyik olyan fejlődés, ami tavalyhoz képest egy nagyon komoly előrelépés, ez egy caster training, a srácok már több hete komoly felkészülésen vesznek részt, amit én vezetek. Nagyjából ez egy kommunikációs tréningre van kihelyezve, hogy beszédtechnikát oktassak nekik, hogyan kell megfelelően artikulálni, mit kell csinálni, kamera előtti jelenlét, mire érdemes figyelni, és ezt nagyon ügyesen össze van keverve a klasszikus kommunikációs tréninges eszközök, lolosítva vannak nagyjából, most jelenleg a LOL csapatnak a tréningje. Ez egy olyan dolog, hogy alapvetően hogy a maga bajnokság következő szintjét mutatjuk be, hiszen már a kaszterek, mint munkakör is megjelenhetett, itt nyilván csak gyakornok szempontból vannak még, viszont remek referenciát tudnak szerezni, és igen komoly előrelépési lehetőségeik is lesznek a jövőben. Rengeteg olyan dolgokra tanított már meg most, amire például eddig nem figyeltem oda, tehát például most az őzések is előbb-utóbb remélem, hogy elmúlnak. Már rengeteget javult ideig is, és hát szeretném először is itt Magyarországon elkezdeni ezt, később pedig akár külföldre is
kimenni így magában a szakmában, bármilyenféle kommentátorként akár. Ugye mostanában a streamek világában a Twitch-et rengetegen néznek, megjelent az igény az e-sportra, óriási nézettségeket döntött már, és nyilván azért sokkal unalmasabb, hogyha senki nem beszél, csak az alapvetően játék hangot halljuk, ezért külföldön már remek példák vannak erre, hogy milyen magas szintű helyzeteket ért el az e-sport kaszterség, és Magyarországon is ez egy abszolút új fénytörésben van. Úgyhogy igen, szerintem elég magas szintekre léphet föl, nyilván azért a hagyományos sportkommentátorok mindig egy picit feljebb lesznek, ez teljesen egyértelmű. Az elmúlt kevesebb mint két hétben egyre többször hallhattuk gamer ismerősünk, párunk vagy akár gyerekünk szájából, hogy nem érek rá, mert Apex meccsen van, vagy siessünk haza, mert Apexezni szeretnék. Na de mi ez az új, éppen világhódító útjára indult őrület? A videójátékok világának is megvannak a maga divatjai. Amikor egy bizonyos játékstílust felkapnak a játékosok, és akkor évekig a csapból is egymásra hasonlító mechanikájú játékok özöllenek, és sok kisebb vagy nagyobb kiadó is megpróbálja ezt meglovagolni. Ilyen volt pár évvel ezelőttig a MOBA stílusú stratégiai játékok időszaka, amelyek közül például a League of Legends-t, vagyis a LOL-t senkinek sem kell bemutatni. Aztán szintén mindenki által ismert a PUBG, vagyis teljes nevén a PlayerUnknown's Battlegrounds 2017 végén elhozta az úgynevezett Battle Royale játékok népszerűségének időszakát. Persze kisebb-nagyobb próbálkozások előtte is voltak, de mindenképp ezt a programot tekinthetjük a népszerűségi robbanás fő okozójának. A szinte a készítők által sem várt döbbenetes siker, ahogy az lenni szokott, meghozta a kedvét több fejlesztőnek is. Legnagyobb kihívója a Fortnite lett, amely tulajdonképpen egy évek óta készülő, alapvetően más stílusú játék módjaként indul csak útjára, ma pedig már talán leggyermekdedebb stílusának köszönhetően a fiatalabb korosztály teljesen megnyerte magának. A nagy kiadók pedig, mint például az Activision, a Code esetében kivárt, és csak tavaly évvégén hozta ki saját Battle Royale módját, sőt, a nagy rivális Battlefront sorozat esetében hiába jött már ki az idei rész szinte évvégén, de ez a mód csak tavasszal fog aktiválódni. Ebbe a helyzetbe érkezett meg a lényegében nulla marketinggel piacra dobott Apex Legends. Kezdjük a leglényegesebbel. Az Apex ingyenes, ez pedig főleg annak tükrében meglepő, hogy az Electronic Arts áll mögötte, holott velük kapcsolatban a népszerű nézet inkább az, hogy legszívesebben még saját anyjuk eladásából is pénzt csinálnának, nem kevés poén alapanyagot szolgáltatva ezzel internetszerte. A játékban nem akarták újra feltalálni a Battle Royale műfaját. Így alapvetően ismerős helyzetekben találhatjuk magunkat, miszerint egy repülőről leugorva kell egy szigeten összecsapnunk a többiekkel, de mégis kiváló egyéni ötletekkel, módosításokkal dobták fel. Már a menet indulásakor, illetve már a menüben láthatjuk, hogy itt bizony a PUBG névtelen katonájával szemben 8 harcos közül választhatunk, kivel indulunk harcba, akiknek mind egyéni képességeik, erősségeik vannak. Ez is szokatlan a Battle Royale műfajában, azonban arra azért figyeltek a készítők, hogy ne szuperhős szintű képességeket kapjunk, és bár persze egy jó pillanatban kijátszott speciális támadás életet menthet, azért nem annyira erős dolgok ezek, mint mondjuk az Overwatch hősei esetén. Lifeline például gyógyító kis robotot tud kitenni, amely jó dolog, de elég lassan tölt. Vagy itt van Pathfinder, a robot, aki kis drótkötelekkel teheti gyorsabbá a csapat haladását. Gibraltar légitámadást kérhet. Bangalore füstbombákkal operál. Bloodhound a vadász egy pillanatra átláthat mindenen, Vress pedig nagyon érdekes, ő másodpercekre egy másik dimenzióba menekülhet, ha veszélyben van, de kis átjárókat is létre tud hozni. Van még két induláskor zárt karakter is, akiket szintén sok játékkal vagy igazi pénzzel lehet feloldani. Mirázs, aki hologrammásával tudja megtéveszteni az ellenfeleket, és Kózik, aki a mérges gázok mestere. A harcosok mellett a pályán is újdonságnak számító játékelemekkel találkozhatunk. Természetesen az ellenfelek mellett itt is az egyre szűkülő energiamezőkör lesz másik ellenségünk, és ha rossz helyre érkezünk, futhatunk előle. Azonban az Apex játékterén megtalálhatóak piros léggömbben végződő tornyok, amikre feljutva kilőhetjük magunkat a nekünk tetsző irányba, így extra gyorsan juthatunk biztonságos területre.
Az Apexben mindenképp hármas csapatban indulunk harcba, szóló vagy egyéb lehetőségre nincs mód. Ezt a döntést valószínűleg a különböző képességű harcosok miatt hozták, hiszen így az sem mindegy, milyen kombinációval indulunk neki. Célszerű a támogató-támadó karakterek egyensúlyát szem előtt tartani. Grafikai stílusban valahol a két említett nagy vetétás közt helyezkedik el az Apex, hiszen a kicsit stilizált sci-fi-s, rajzosabb vonalat képviseli, ami azonban nem annyira gyerekes, mint a Fortnite, és mégsem annyira komoly, mint a PUBG. A játék mindhárom fő platformra, PC-re, Xbox-ra és PlayStation-re is megjelent, sőt, állítólag a jövőben a különböző gépeken való közös játékot sem zárják ki, de ebbe már másoknak is beletört a bicskája. Bár az Apex még szinte két hete sem jelent meg, több mint 25 milliós játékos bázissal rendelkezik már most, és ilyen mértékű népszerűség mellett könnyen lehet, hogy új királyt avathatunk rövidesen a Battle Royale-ok között. Persze ahhoz, hogy ez tényleg így lesz-e, még sok időnek kell eltelnie, hiszen a fő kérdés az lesz hosszú távon, hogy mennyire kiegyensúlyozottak a játék fegyverei, képességeink, és mennyire fog majd e-sportként működni a hivatalos versenyeken. A kezdet minden esetre igen biztató. Lantos Zoltán vagyok, és Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézetében az úgynevezett társadalmi innováció programot vezetem. Az egész életünk lenyomataként bitek jelennek meg. Ennek nyomán az egész életünk átalakul a következő évtizedekben. Az emberi élet lényegét kell nekünk megérteni, és azáltal, hogy a feladatainknak egy jelentős részét algoritmusok fogják megvalósítani. Sokkal jobban meg kell ismerni saját magunkat, az önismeret fontos, se válik egyre inkább, meg a közösségek együttműködése, ezzel foglalkozunk. Digitalizációval kapcsolatban a játékokkal is nagyon sokat foglalkozunk. Az angol kifejezés, hogy gamification, tehát játékosítás ma már minden napos, szinte minden iparban, amivel én nagyon mélyen foglalkozom, az egészség és az egészségfejlesztés, ott is egyre inkább azt látjuk, hogy az életmódváltásnak az egyik kulcsa, hogy én azt játékosan tudjam megtenni, és ehhez van egy mobil applikáció, akkor sokkal könnyebben megteszem. Illetve az oktatással is foglalkozunk az intézetben, és azt mondjuk, hogy a játék az a tanulásnak egy nagyon fontos eszköze. Az, hogy ez digitális játék, ez az új technológiának a lehetősége, és nagyon sok szempontból ezek a játékok a kreativitást növelik. Természetesen, ha a játékból függőség lesz, mint ahogy ez már betegségnek is számít, akkor ez már kóros, ez már túlzó, de egy keretek között megtartott mindennapi játékosság, az nagyon fontos. Gyerekeknél a tanulásnak az elsődleges formája a játék, és nem csak az udvaron együttjáték, a fotball, a kidobós vagy a fogócska, ahogy a hagyományos korábbi játékokat láttuk, hanem az egyre újabb és újabb digitális játékok egyre és újabb készségeket fejlesztenek. Ráadásul nagyon sok játék online megy, online fut, és ezáltal az együttműködést, a versengést nagyon jól meg lehet tanulni ezekkel az eszközökkel. Úgyhogy azt gondolom, hogy a játék az végig kell, hogy kísérjen bennünket, különösen azért, mert a következő évtizedekben nagyon kevés dologra tudunk előre bármit mondani, hogy mi lesz. Egyben biztosak lehetünk, hogy folyamatosan tanulnunk kell újabb és újabb készségeket, képességeket. A játékok ennek az elsődleges eszköze, a legfontosabb eszköze, hiszen szimulálunk feladatokat. Úgy is mondhatjuk, hogy tét nélkül laboratóriumi körülmények között szimulálok feladatokat, amivel nagyon sok készséget tanulok meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy a játék az nem csak hogy fontos része az életünknek, hanem fontos része is marad. A sci-fik és a játékok ugyanúgy a kreatív gondolkodás eredményei, ahogy egy kutató is, ahogy hipotéziseket állít föl, ötleteket fogalmaz meg, ugyaninnen indul. A kutató vagy a fejlesztő az, aki innovációt valósít meg, annak az a kötelme van, hogy ezt valamilyen módon
el kell kezdeni megvalósítani. Persze nagyon sok ötlet az kútba esik, nem tud megvalósulni, de néhány megvalósul, és akkor látjuk, hogy az kifi, az valóság lett. Ami még érdekes, hogy a gondolkodásunkkal az eszközeink is, és ilyen módon az írás, mint alapeszköz is megváltozik. Látjuk a mindennapokban, hogy minél fiatalabbakat figyelünk, és figyeljük az ő csetelésüket. Egyre több képi kommunikáció jelenik meg az emoik révén, a mémek révén. Tehát azt látjuk, mint ahogy azt látjuk, hogy a betűk jelentősége a mindennapokban háttérbe szorul, mint ahogy mikor ma már telefonálunk, nagyon ritkán ütünk be számokat. Beprogramoztuk egyszer a telefonszámot, és a névre, vagy az arcképre rányomva már telefonálunk is. Valami ilyesmi következik majd be a kommunikációban is, hát már elkezdődött a mémekkel, ahogy mondtam, vagy az emoikkal, hogy blokkjelentésekkel tudunk foglalkozni. Az jut még eszembe, hogy a programozásnál is egy ilyen folyamatot látunk, hogy először mindent le kellett kódolni. Ma már egyre inkább modulokat kell egymással, tulajdonképpen program mémeket, program modulokat kell összeszerkeszteni, és ez a fajta tudás kerül be a mindennapi tudásba, hogy a különböző program elemeket, algoritmus képességeket, ezeket hogyan tudjuk összekombinálni. Például egy okos otthonnak a kialakítása a jövőben egy ilyenfajta alaptudást mindenképpen igényel, hogy én, aki ott lakom abban a lakásban, milyen funkciókat akarok beállítani, és minél inkább ezt megtanulom, mint ahogy ma tudom, hogy a konyhaasztalt és mellette a széket hova tegyem, holnap után azt is fogom tudni, hogy az okos otthon eszközöket hogyan kapcsoljam össze, hogy amikor hazaérek, akkor egy megnyugtató színvilágba tudjak belépni a nappalimba. Van az írásbeli kommunikáció és a szóbeli kapcsolattartás. Az oktatásnak ebben nagy jelentősége van, de ugyanakkor, ha nézzük a számítógépes eszközeinket, vagy a mobil eszközeinket, Siri Cortana révén látjuk, hogy az eszközeinkkel is beszélgetni fogunk. Tehát, hogy egyre inkább, ha én egy okos otthonban, vagy a jövő otthonában, a mindennapokban élek, akkor a vasalommal fogok beszélgetni, az ágyammal fogok beszélgetni, nem pedig gombokkal fogom irányítani. Ha valaki nem nagyon van képben a Supercross vagy a Motocross világában, akkor a helyzet egy kicsit nehéz ezzel a Monster Energy Supercross 2-vel, ami a hivatalos videójáték, mert hogy azért nehéz irányítani. Autóverseny, az megint más, nyomjuk a gázt, eltalálunk egy ívet, stb. De valójában egy cross motorral ugrabugrálni, hát az többről szól, mint ügyességről. A Milestone nagyon ügyesen programozta ezt a játékot, egyszerűen mindent beletett, ami a rajongónak csak fontos lehet. És most nem csak a 250 köbcentis meg a 450-es motorokról beszélek, hanem például karriermódban most már úgy is lehet pontokat gyűjteni, experience pontokat, hogy mondjuk edzünk, vagy elmegyünk egy média szereplésre. Ne felejtsük, hogy mondjuk a motorsport és az autóversenyzés világában média szerepelni az egy nagyon fontos része a versenyzők életének, úgyhogy ebben a játékban ez is benne van. És ne felejtjük, hogy ezekért mind-mind pontokat kapunk, a pontokból pedig szponzorok lesznek, a szponzorokból pedig még több pont, és végül motor upgrade. És hogyha motor upgrade van, akkor gyorsabban tudunk versenyezni, és mindenki boldog lesz.
Mielőtt a versenyről beszélnénk, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek az a legérdekesebb, beszéljünk a compound elemről. Ezt hogyan tudnánk lefordítani magyarra? A compound az tulajdonképpen egy ilyen alap open world része a játéknak, ahol a motorral lehet járkálnunk, egy nyitott tér, ahol ugrabugrálhatunk, gyakorolhatunk, pontokat gyűjthetünk, itt lehet online találkozni a többi versenyzővel, a többi játékossal. Van pályaeditor, ami nagyon sokat fejlődött egyébként az előző játékhoz képest, sokkal könnyebb az elemeket összerakni. Szóval ez egy ilyen kis játszós része ennek a játéknak. Aztán eljön a verseny pillanata, amikor ellőhetjük azt a rengeteg pontot, amit karriermódban gyűjteni szeretnék, meg amit gyakoroltunk a compoundban, meg updateltük a motort, szponzorokat szereztünk, interjúkat adtunk, stb. És akkor kellene a játéknak teljesíteni. És tulajdonképpen teljesít is, ettől függetlenül azért ez az a pont, ahol többször majdnem kidobtam a kontrollert az ablakon, mert hogy bár választhatunk teljes verseny hétvége, meg gyors verseny, meg időverseny, time trial, stb. A szokásos körök egy ilyen versenyjátékban közül. Tulajdonképpen a leggyengébb pontja ennek az egész történetnek maga az irányítás. Mert az nagyon specifikus és nagyon különleges módon követeli meg a játékostól, hogy uralja ezt a motort. Például a kanyarokban nem szerencsés gázt adni, mert egyszerűen kimegyünk a pályáról. Az ellenfelek AI része, tehát a mesterséges értelem az teljesen hülye. Vagy nekünk jönnek, vagy átmennek rajtunk, gyakorlatilag mintha csak nem is lennénk a pályán, ők mintha egy fix vonalon mennének és versenyeznének, szóval az AI azért lehetett volna egy picit jobb. Ettől függetlenül előbb vagy utóbb mindenki meg fogja érezni, hogy ebben a játékban a ritmus a lényeg. És hogyha elkapjuk a ritmust, a megfelelő pillanatban ugrunk, akkor megnyerhetjük ezeket a versenyeket. És hogyha megnyerjük a versenyeket, akkor megint pontokat kapunk, és újabb pályák lesznek elérhetőek. De ez egy nagyon kemény és nagyon hosszú munka lesz. Mindenki készüljön fel arra, hogy ezt nem lehet egy fél óra alatt megtanulni ezt a játékot. Egyszerűen ki fogunk repülni balra, el fogunk szállni jobbra, neki megyünk a báláknak, amik egyébként utána eltűnnek a pályáról a következő körben, ez mondjuk kicsit érdekes. De hogyha már a bálákról beszéltünk és a pályáról, fényes tűzijáték az Unreal 4 Engine-nek ez a játék. Egy az egyben gyönyörű. Tehát, hogyha valaki a motocross versenyeket követi és szereti, akkor az a hangulat, az a látvány, amit nagyon hiányoltunk az első részből, az itt megjelent. A pályák koszosak, a textúrák gyönyörűek, a hangulat, a stadionok, minden teljesen megegyezik a valósággal. Tehát, hogyha valaki igazi motocross rajongó és ismeri ezt a sorozatot, akkor bizony komolyan fog verni majd a szíve, amikor játszik ezzel a játékkal. Még az arcok is megfelelnek a valóságnak. Tehát egy elképesztően új rendszer találtak ki, hogy a versenyzők arcát beszkenneljék, és végre nem szaggat. Bármi PlayStation Pro-n próbáltuk, úgy gondoljuk, hogy máshol sem fog. Szóval nem szaggat, nem esik le a framerate, tök jó a játék vizuálisan, hangulatban, abszolút hozza azt, amit kell. Úgyhogy tulajdonképpen így tudnánk összegezni. Az atmoszféra az király, rajongóknak kifejezetten kötelező, nekik készült, még a bemondók is jók, a hangos bemondó, a helyi hangulat, a helyi hangzavar, a közönségből, a zenék, néhol punk, néhol beach rock, minden passzol. Úgyhogy rajongóknak készült a játék, aki meg nem rajongó, az egy kicsit próbálja meg összeszedni magát, legyen türelmes, gyakoroljon, és akkor ő is nagyon élvezni fogja. Úgyhogy a Monster Energy Supercross 2 az egy remek lépés egy tökéletes játék felé. Bár még nem tartott, de a hangulat az kiváló, és abszolút nehéz, de megtanulható. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, akik szeretik a motorokat, akik meg nem szerették különösen a motocrosst, azok legyenek türelmesek, tegyenek egy próbát, és ugassanak magasra. Elő vagy utóbb mindenki megszereti, velünk is ez történt.